Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket! Középiskolások nyári munkán, diákmunkát biztosít a dombóvári önkormányzat. 73. vasutas nap, juliális tartottak Dombóváron. Dombóváriak a nagyvilágban Japáról tartottak előadást. 7. Babetta Balaton túra, retro motorosok a Balaton körül. Lelkesen dolgoznak középiskolás diákok a Szuhai Sportcentrumban Dombóváron. A diák munkát az önkormányzat biztosítja számukra immár 2 évtizede. A könnyű fizikai munka során lapátolnak, gyomlálnak és a falburkolatot tisztítják le. Gumigranulátummal töltik meg a diákok a zsákokat. Ebből a nagyméretű bálából kell kipakolniuk a szemcséket. A feltöltött zsákok tartalma építkezéshez kell majd. A feladat könnyű fizikai munkának minősül, délelőtt már el is készülnek vele. Először is rendkívül tapasztalatokat tudunk gyűjteni, ezt bárhol fel tudjuk használni, például gazolás, stb. Ezeket otthon is fel tudjuk használni, és ezzel be tudunk segíteni az otthoni létekben is. Azon kívül viszonylag érdekesnek találom ezt a munkahelyet mondván. Elég sokat tanultam itt is, főleg az, hogy ne adjuk fel ezt a bizonyos feladatot, és mehetünk tovább a következőre, precízen végezve a munkánkat. Akkor a granulátumot ugyebár építkezésekhez használjuk, és ezért töltjük be a zsákokba, hogy fel tudják a későbbiekben használni az itt lévők. Számít az, hogy hány zsákot töltötök meg? Nem igazán számít, ugyanakkor el kell végeznünk a feladatot. 10 vagyunk erre a feladatra, úgy gondoljuk, hogy ez elvégezhető bizonyos időn belül. 6 órát dolgozunk, 7-től 13-ig, és nem tudok konkrétan mit szólni ehhez, mivel lefáradunk, az biztos, és ezen kívül eléggé érdekes feladatokat tudunk kapni. Kicsit odébb lányok gyomlálnak a sportpálya szélén. A felesleges gaz távolítják el. A védőkesztyű használata fontos a sérülések elkerülése véget. Ez a második munkám, eddig nem itt voltam, de most erre a júliusra vállaltam, hogy azért még tudjam élvezni is a nyarat. Gazolunk, meg így a munkákba segítünk be. Jó a társaság, meg úgy jó mégse, hogy csak otthon ülni. A dombóvári önkormányzat 20 éve szervezi meg a diákmunkát a szünidőn lévő fiataloknak. Erre a július és az augusztus hónap a legalkalmasabb. A diákmunkaprogramot havonta indítják, így mindig más és más fiatal tud munkát vállalni. Akad olyan diák, aki maradt 2 hónapig, de a fiatalok 75%-a általában kicserélődik, mondta Pintér Szilárd polgármester. A Szuhai Sportcentrum nyári felújítási karbantartási munkájában mindig aktív résztvevők, hiszen a sportpályákat ilyenkor kevesebben használják. Ez megteremti annak a lehetőségét, hogy zökkenőmentesen tudjanak ezek a munkálatok folyni. Nagyon örülök, hogy évről évre túl jelentkezés van a diák munka tekintetében, és azt gondolom, hogy becsületesen szorgalmasan végigdolgozzák. És nyilván annak az időpontja is eljön, amikor az utolsó nap van egy pinzapartira hívom őket meg a múzeum kertbe, és azt gondolom, hogy ez is az a rendezvény, amit akik már visszatérő diákmunkásaink várják és jó szívvel fogadják. Mint láthattuk, a könnyű fizikai munka során lapátolnak, gyomlálnak és a falburkolatot tisztítják le a középiskolás diákok. 73. alkalommal rendeztek országos szinten vasutas napot a hétvégén 4 városban, melyek mindig jelentős vasúti csomópontok voltak a közlekedésben, így Dombóváron is vidám családi nap keretében zajlott a juliális, melyen elismeréseket is átadtak a kiemelkedő munkát végző vasúti dolgozóknak. Erre a juliálisra az ország távoli vidékeiről is eljöttek ünnepelni, kikapcsolódni a régi vasutasok. 46 évig a vasúton dolgoztam, de nem ezen a területen, hanem a szombathelyi területen. Sonyarc vasárnap jöttünk el a feleségemmel megnézni, hogy Dombaváron hogy csinálják a vasutas napot. Ennyi különösebben. Vannak kollégák, akikkel szeretnék találkozni, és jól érezni magunkat itt ezen a rendezvényen, ami úgy néz ki, hogy színvonalas lesz. Már is előkerül a régi kedves emlék a szakma szépségéről, fontosságáról. Mivel vasutas dinasztiából származom, apám, nagyapám, dédapám szintén vasutas volt, és valahogyan predesztinálva voltam arra, hogy én is vasutas legyek. Érettségi után ezt a pályát választottam. Szerettem emberekkel bánni, érdekelt a műszaki pálya. Pályamesterként dolgoztam, vasutat építettem és fenntartottam.
aki ezt ismeri, az is tudja, hogy miről beszélek, egy nagyon szép szakma. Tehát ezt úgy mondanám, hogy alfától az omegáig tart a vasúti pálya. Ugye ez mindig vita volt, hogy mi az első, a mozdonyvezető, a forgalmista, a pályamester. Mi szoktuk a pályamesterek mondani azt, hogy ha mi nem építenénk nektek vasutat, akkor többire nem lenne szükség. Úgyhogy csak egy ennyi sztori, más nem. Az ünnepet a Pécsi Vasutas Koncert fúvózenekar tette igazán hangulatossá. A 73. vasutasnapot ünneplik országosan 4 helyszínen. 1950 óta minden évben megtartják a szakmanapját. 4 városban, melyek mindig jelentős vasúti csomópontok voltak a közlekedésben, így Dombóváron kívül Nyíregyházán, Szolnokon és Budapesten is tartanak rendezvényt. Mindig volt, van és lesz is vasutasnap, sőt, mostantól egy újdonság is életbe lépett, mondta Mosóczi László, az országos szervezet vezérigazgatója. Ez egy hagyomány a nagy szakmáknak, ahol sok ember dolgozik, országos lefedettségűek, megvan a saját ünnepünk, hiszen gondoljunk a pedagógus napra, gondoljunk a rendőrnapra vagy a bányásznapra, így a vasutasnap is a közlekedésben, a kötött pályás közlekedésben dolgozók napja volt eddig. Újdonság, hogy ettől az évtől, mivel a vasúti kötött pályás közlekedés és az autóbuszos közlekedés most már egy irányítás alatt van a MÁV Volán csoportban, így ez most már nem olyan vasutas nap, amikor az autóbuszos közlekedést lebonyolító volános kollégák is jelen vannak. Az országban 4 helyszínen van ilyenkor a juliáris, amikor a tegnapi hivatalos ünnepséget követően a mai nap a dolgozók kikapcsolódnak, családjukkal, barátaikkal kilátogatnak, jól érzik magukat, és meg is érdemlik az ünneplést, hiszen az év 365 napjának mindnagy 24 órájában szolgálatot teljesítenek. Mozgásban tartjuk az országot, mind az autóbuszos, mind pedig a vasúti közlekedés révén. Itt a Dunántúlon hagyományosan Dombóvár a juliális helyszíne. Örülünk, hogy a város vasút vendégül lát, minket vendégül lát ennyi embert, és együtt tudjuk ünnepelni ezt a szép napot. Az ünnepi köszöntők után elismeréseket is kiosztottak a kiemelkedő munkát végző vasutasoknak. 1985. június 16-a óta dolgozom itt a MÁV gépészetnél, ugye azóta több néven is szerepelt, és a elsősorban V63-as, V46-os mozdonyoknak az elektronikus vezérlésével, szabályzásával kapcsolatos javításokat végzem, másodmagamban leginkább, és annak idején Cipernoszki Károly ipari szakközépiskolában technikumban végeztem, itt ipari elektronikai technikus, és ezen a területen, ugye elektronikával kapcsolatos területen szerettem volna elhelyezkedni. Családi kötődés is van, édesapám is itt dolgozott, és a testvérem is. Óvodáskorom óta próbálkoztam, tehát én akkor már ezt eldöntöttem, hogy mozdonyvezető szeretnék lenni. 84. november 1 óta vagyok mozdonyvezető, azóta ebbe is dolgozom. Köztem másfél évig voltam katona, de folyamatában végig. Dombóvár életében jelentős ez a nap. A városról elmondható, hogy vasutas város. Tavaly is tartottak jubileumot, és 2 év múlva is lesz, mondta Pintér Szilárd polgármester. Tavaly volt 150 éves a Gyékény és Dombóvár vasútvonal, és 2 év múlva tartjuk az ünnepséget, amikor szintén 150 éves lesz a Dombóvár-Bátaszéki vonal, amelyre nyilván sok szeretettel invitálok mindenkit, hiszen egy nosztalgia vonat fog közlekedni Dombóvártól Bátaszékig, amelyet egy gőzmezőny fog húzni. Ez tavaly sajnos nem sikerült, de az idén 100%-ra mondta már, hogy a gőzmozdony el fog indulni 22-én 9:15 Dombóvár alsóról. Megtisztelő, hogy ma országosan 4 rendezvény és a 4-be bekerült Dombóvár is. Azt hiszem, hogy ez egy picit elismerés a városnak is, és a város vasutas közösségének, hogy országosan bekerültünk a 4-be. Remélem, hogy a Dunántúlról és akár az Alföldről is ideérkezők tartalmas napot tudnak eltölteni, jól fogják magukat érezni, és visszavárjuk őket jövőre is Dombóvárra.
Jó hír, hogy a Múki kis mozdony visszakerül Dombóvára még a nyár folyamán, tette hozzá a város első embere. A családi napon többek között foci meccs, főzőverseny, asztalterítési verseny is szerepelt, a gyerekeknek pedig nem maradhatott el a légvár és egyéb nekik szánt szórakozás. Utolsó előadásához érkezett a Dombóváriak a nagyvilágban című előadás sorozata, a második évad zárásaként egy különleges ország került bemutatásra. A második évadjának a végéhez érkezett a sikeres Dombóváriak a nagyvilágban című előadás sorozat. A havonta egyszer megszervezett eseményen egy-egy volt dombóvári személy előadását tekinthetik meg a résztvevők. Ha jól számolom, akkor most már ez a második évad, aminek az utolsó előadása mai napon itt el fog hangzani. Gyakorlatilag ez arról szól, hogy minden hónapban egyszer dombóvári vagy Dombóváról elszármazott ismerősünk, barátunk előadást tart nekünk utazási élményekről. Volt, aki már csak egy városról tartott előadást, de általában egy ország az, amit ki szoktak választani. Ma egy nagyon különleges előadó, a fiatal Sandroha Kamilla fog érkezni, és Japán lesz a téma. Az előadássorozat utolsó alkalmán Sandroha Kamilla mesélte el a Japánban szerzett élményeit. Igazából a Balipak Zsuzsi megkért, hogy a japán utunkról adjak elő, ugye egy-két hónapja voltunk ebben a különleges országban. Sok helyen jártam már, de azért örültem neki, hogy pont Japánról beszélhetek, mert ez az az ország, ami különbözik tulajdonképpen minden más országtól a Földön. Annyira különleges, annyira érdekes, úgyhogy szeretettel térek vissza szülővárosomba, és tartok előadást itt a Művházban erről. Az érdeklődők több érdekességet is hallhattak az ázsiai országról az élménybeszámoló alatt. Ugye a japán emberek életmódja annyira eltér a miénktől, például a vallások, ahogy keverik a vallásokat, vagy ahogy élnek egyáltalán a szobáik, a házaik, az életkörülményeik, az is teljesen más, mint amit mi megszoktunk, nem beszélve a gasztronómiájukról, hogy például ők az édességeket nem annyira fogyasztják, de milyen desszerteket szoktak készíteni zöld teából vagy algából, tehát teljesen szokatlan dolgok ezek, úgyhogy remélem, hogy minél többen el tudtak jönni, mert ott részletesen fogok ezekről beszélni. Sandroha Kamilla elárulta, hogy bár nagy nyitottsággal kellett a számunkra könnyen távol állható szokásokhoz hozzáállnia, megérte meglátogatnia a távoli országot. Hát nagyon nagy nyitottsággal és alázattal kellett ugye az országba megérkezni, mert amit mi megszoktunk, az szinte semmi nem úgy van ott. Tehát az, hogy az éttermekben mondjuk tableteken, számítógépeken lehet ételt rendelni a legtöbb helyen, nagyon pici helyek vannak, van, ahol egy asztal, egy székkel, és így el van választva fallal, és ott lehet étkezni, és ez nekik teljesen természetes, de még tényleg végtelenségig tudnám ezeket sorolni, úgyhogy tényleg nagy nyitottság kell ehhez, meg kalandvágy, de szerintem megéri. A program rendszeres résztvevői remélik, hogy a harmadik évad során is hasonlóan érdekes előadásokat hallhatnak majd, mint az idei évben. Hetedik alkalommal rajtolt el nemrég a Babetta Balaton túra. A kétnapos, gyakran kisebb, nagyobb kalandokkal tűzdelt útjuk során a retromotorok kedvelői körbeszelik a magyar tengert. A kezdeményezés ötletgazdája Dombóvári. Felpörögtek a retromotorok, és persze főként a Babetták motorjai a Balaton körül. A résztvevők már hetedszerre vágtak neki a magyar tenger körbe motorozásának. Annyit kell tudni, hogy idén hetedik éve lesz, hogy körbe megyünk a Balatonon, ugye Babetta túra a neved, de túlnyomó rész babettákkal, de nem csak babettákkal, hanem mindenféle régi retro motorokkal, kinek milyen van, és hát 7 éve 3 fővel vágtunk neki, ilyen vadkempingezés lesz, ami lesz, aztán nem azt mondom, hogy annyira jól sikerült, de sikerült, és sokan bejelentkeztek már, hogy szeretnének majd velünk tartani, és akkor így alakult ki, hogy a következő évre is mentünk, és már az ország nagyon sok pontjáról velünk tartottak így csapatok. Az egyre népszerűbb, több részből álló túrára idén is sokan jelentkeztek. Hát idén oda jutottunk, hogy már 80 fővel vágunk neki ennek a két napnak, és gyakorlatilag családok, cégek, barátok, rokonok, már mindenki már ilyen több részben áll ez a rendezvény, kinek hogyan, és hát gyakorlatilag első nap Réf Fülöpig megyünk, ha minden jól megy, ott van a szállásunk, és akkor a másnap érünk vissza, ugye Siófokról indulunk, és oda is érkezünk vissza, hogyha minden jól megy,
és hát bízunk benne, hogy mindenki célba ér. Idén is, eddig is úgy volt. A résztvevők közül voltak, akik korábban még nézőként kísérték a babettások útját, de idén már a motorosok csapatát erősítették. Én nagyon örülök ennek a rendezvénynek, ez már ugye a 7. alkalom. Az elsőn csak nézelődő voltam, tehát a fogadásba vettem részt, az őrültek fogadásába, mondhatjuk így is. Aztán nagyon megtetszett, és azóta, ha tehetem, minden évben részt veszek rajta, babettával természetesen. Ez egy nagyon jó dolog. Imádunk szerelni, imádunk olajos kézzel közlekedni, imádjuk a hangulatot, imádjuk a Balatont, mi kellene több. A szervezők elmondták, hogy idén is remek hangulatban telt a kétnapos retro motorozás, és jövőre is várnak minden érdeklődőt és leendő résztvevőt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!